A Szevergyurkics lakótelep lakói az igazi példa arra, hogy az egység és az összetartozás teljesen megváltoztathatja egy kis közösség életminőségét. Az idén május óta zajló tereprendezési akcióknak köszönhetően ez a lakótelep az ideális lakóhely szinonimájává vált, mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A város ezen részén némileg hasonló akciók a 90-es évek közepén kezdődtek, amikor a szülők elhatározták, hogy pályát építenek a lakótelepen. 1994-ben és 95-ben a szülők egy csoportja szeretett volna egy teret létrehozni a lakótelep egy részén, ahol a gyerekek sportaktivitásokkal foglalkozhatnának. Ezen a területen odáig gazos cserjék és bozótok nőttek. Rendezetlen volt és csúnya. Pálya Bunyavacski, Bóra Ikics, Miroslav Perák és én voltunk ezek a szülők. Nekünk akkor 12-13-14 éves gyerekeink voltak, és nekik, valamint a lakótelep többi gyerekének szerettük volna lehetővé tenni ezáltal, hogy sporttal foglalkozzanak. Gondolkodtunk azon, hogy milyen pályát is kellene ide építeni. Először teniszpályára gondoltunk, de hamar elálltunk ettől. Inkább úgy döntöttünk, hogy kosárlabda és röplabda pálya legyen. A legnagyobb érdem a fű, a cserjék és a bokrok eltávolításában és eltakarításában, valamint a nagy munkálatok a pályaépítésének előkészítésében az akkori gyerekeké volt, akik ma már a település felnőtt lakosai, emelte ki Zahár. A munka nagy részét a gyerekek végezték el. Hogy ez mekkora munka volt, erről egy adat tanúskodik. Több mint 50 köbméter föld ki lett innen hordva, majd később apró törmeléket hordtak ide. Kidolgoztuk, hogy aszfalt kerüljön a pályára, ami elég durva volt, de már 26 éve megvan és kitart. Elkészült a kosárlabda állvány és az oszlopok a röplabdához, amelyek idővel elavultak ugyan, de maga a pálya már 26 éve kitart és állandó használatban van. Nagyon sok gyerek játszott rajta, nem csak a lakótelepről, hanem a város más részeiből is. Beszélgető társaink elmondták, hogy e város részlakóinak első akciói bár kisebb léptékben, de már az újévi ünnepek alatt elkezdődtek, amikor első alkalommal díszítették fel a lakótelep közös karácsonyfáját. Ez és a későbbi munkaakciók közelebb hozták őket egymáshoz. Egyre többen csatlakoztak hozzájuk, jobban összeismerkedtek, és ezáltal értékelik és tisztelik egymást. Mint ahogyan a többi szomszéd, én is láttam, ahogy Zorán egyedül állítja fel a pályának különféle sporteszközöket, például a tollas labdához, és hogy homokot hord. Ekkor csatlakoztunk hozzá többen is, de például az újévi fenyő díszítésre is úgy került sor, hogy láttuk, ahogy valaki, egy ember elkezdte a díszítést, és lassan-lassan egyre többen csatlakoztak hozzá, így gyűltünk össze ismét, és azóta is, ha bármilyen akció van, egyre többen vagyunk. Mostanra egy-egy akcióban akár 20-30 ember is részt vesz. A lakótelep egyik akciója jótékonysági jellegű volt. A 2-2-re jótékonysági kispályás focitornán több mint 142 ezer dinárt gyűjtöttek, amelyet segítségként a kis Boskó Gugleta gyógykezelésére fizettek be. Legnagyobb meglepetésünkre nagyon sok csapat jelentkezett, nem csak a lakótelepről, hanem Óbecse községből, a városból és a környező településekről, például Péterrévéről vagy Csikériapusztáról. Több mint 50 csapat jelentkezett, ami nagyon meglepett bennünket. Sajnos több mint 20 csapatot vissza is kellett utasítanunk. Így 32 csapat lett a végén, három kategóriában. Az első kategóriában versenyeztek a gyerekek 12-13 éves korig. A második kategória csapatait házastársak vagy rokonok alkották vegyesen. A harmadik kategóriába pedig a hivatásos futballisták tartoztak. Ezen a tornán nem a győzelem volt a motiváció,
inkább a barátkozás és a jótékonysági akció népszerűsítése. És hogy hogyan is született meg az ötlet, hogy sor kerüljön egy ilyen tornára? Hát úgy, hogy amikor befejeztük a pálya felújítását, azon kezdtünk el gondolkodni, hogy jó lenne valahogyan megünnepelni a befejezést. Például egy jótékonysági tornával. Mikor arról beszéltünk, hogy vajon mennyi pénzt fogunk ezzel összegyűjteni, arra gondoltunk, hogy talán 20 ezer dinárt. Nem lesz annyi sem. Ezzel szemben sikerült 142.385 dinárt összegyűjteni.